Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a mai testületi ülésen. Jegyzőasszony, dalpolgármester asszony, képviselő társakat. A mai testület ülés 17:30-kor megkezdjük. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérném Gere Zsolt képviselőtársamat és Karcagné Martit a képviselő asszony, de elfogadja erre. Jó, köszönöm. A testületi anyag kiküldésre került, ahogy szoktuk szokásos módon. A napirendi pontok az alábbiak lennének. Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról beszámoló. Napirend előtt. Egyes napirendi pont hulladékgazdálkodási szerződés módosítások elfogadása. Kettes napirendi pont várjátékok előkészítése. Hármas napirendi pont pályázati tájékoztatás. Pályázatok ügyében döntéshozatal. Negyedik napirendi pont közműügyek. Ötödik napirendi pont önkormányzati ingatlanügyek. Hatodik falugyűlés időpontjának és témakörének meghatározása. Hetedik egyebek. Napirendi pontokkal a képviselőtársak egyetértenek? Igen. Jó, egyéb kiegészítés vagy javaslat van-e a napirendi pontokkal kapcsolatban? Akkor kérem, hogy készfeltartással jelezze, aki elfogadja a napirendi pontokat. Megállapítható, hogy 7 igen szavazattal a képviselő testület elfogadja a napirendi pontokat. Azt elfelejtettem mondani, hogy határozatképesek vagyunk, hiszen minden képviselő megjelent a testület ülésen. Napirend előtt beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Megküldtük a beszámolót. Azt gondolom, hogy egy néhány percet hagynék, hogy át tudjátok nézni, és akkor, ha van kérdés, vélemény, javaslat, akkor arról beszélnénk. Keresni lenne, hogy az úrnappallal kapcsolatos testületi határozat megvan, és akkor javaslom, hogy Tartóra Mester asszony említette, hogy akkor egy testületi szinten tekintsük meg az úrnappalat, és akkor az észrevételeket rögzítsük, és akkor a polgármester jelezze a kivitelező felé az észrevételeinket. Jó? Elhiszem. Van viszont átadás előtt. Így van, még az átadás előtt. Jó? Jó, tudunk most időpontot egyeztetni erről, vagy? Mikor gondoltuk, hogy mikorra menjünk le, hogy áll a kivitelezés? Hát nem jelentettek észre a kivitelező, de én úgy láttam, hogy ma már azon a területen nem dolgoztak, úgyhogy holnap meg fogunk tenni a kérdést irányunkba. Jó, hogy... Akkor szerintem telefonon meg kell keresni mindenkit, és akkor... Jó, akkor egyeztetjük. Akár egy koresti órában is igaz, amikor ma nem dolgozni is kell ki, te is itt van vagy, akkor lemegyünk közösen, hogy 5 óra, 6 óra, akkor itt szoktam van. Na, akkor lemegyünk, megnézzük is. Jó. Rendben. Megnyugtatjuk a kedélyeket, és akkor így jó. Kerítés is elkészült, úgyhogy azt is meg tudjuk tekinteni. Jó, nekem is kérdése valakinek a lejárt idei határozatokkal kapcsolatban. Hogyha nincs, akkor szavazásra teszem, kérem készfeltartással. Jelezze, aki elfogadja a beszámolót, a lejárt idejű határozatokról. Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal a képviselőtestület elfogadja a beszámolót.
leállt idejű határozatokról. Első napirendi pont, hulladékgazdálkodás, a szerződés módosítások elfogadása, ugye megküldésre került a szerződés. Lehet látni, hogy mely pontoknál szükséges a módosítás. Azt is tudjuk, hogy ezt a közszolgáltató indította meg irányunkba. És már korábban beszéltünk is részletekben erről. Amit tudni kell, fontos része a zöld hulladékos, illetve a csomagolási hulladékos zsákok vagy edények alkalmazása és annak a költsége, kiosztása, a többi, ahol eltérés van, ugye, illetve a zöld hulladékos zsákot sem fogják a szolgáltatást végző dolgozók osztani, hanem itt a hivatal épületben, ahogy az már meg is történt részben, kiosztásra kerültek. Volt, aki még nem jött el érte, majd fogunk szervezni osztási napot a következő hulladék szállítást megelőzően, hogy legyen idejük megtölteni a ingatlan tulajdonosoknak. Én magam részéről javaslom elfogadni a módosításokat, hiszen azt gondolom, hogy igazából nem sok választási lehetőségünk van. Nem tudom, kérdése, véleménye, javaslata van-e valakinek ezzel kapcsolatban? Tessék mondani. Én azt szeretném mondani, hogy ugye Facebookon korlátozva megkérdett veszük, de ezeket a zsákokat is el lehet venni. És többen jelezték felé, hogy aki nem Facebooki, Facebook de nem biztos, hogy mindjárt tud róla, és az végül is így szállhagyom meg úgy lehet erre. Nem tudom, ez a hangos bemondó oda is volt. Be lehet mondani? Igen. Többször javarna, igen. Akkor jó. Akkor arra részre nem tudom oldani ez a pont. Bemondtuk, de hirdethetjük a fali újságokkal is. Igen, lehet, hogy a hirdetet jó. Más valakinek szólása? Akkor szavazásra bocsátom a hulladékgazdálkodási szerződés módosítását. Akkor kérem képviselőtársaimat, hogy készfeltartással jelezze, aki elfogadja a módosítást. Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal a képviselőtestület tagjai elfogadják a közszolgáltatási szerződés módosítását. Második napirendi pont, várjátékok előkészítése. Felkérném a polgármester asszonyt, mert dr. Kovácsné Balogh Mónika vár alapítvány elnök asszonya nem tudott eljönni ma, ezért akkor a polgármester asszony egy személyben fog beszámolni, hogy hol tart a várjátékok előkészítése. Átadnám a szót. A 7. Nógrádi várjátékokat ugye 2022. június 11-ére terveztük, hogy megrendezzük. A Mónika nagyon sok mindent előkészített már a várjátékokra. Egy tervet csinált erre, amit ugye minden képviselőnek kiköltünk, mint ugye programtervet, illetve költségkalkulációt is készített. Amit fontos lenne elmondani, hogy a várjátékok nagyon nagy volumenű előkészítő munkát igényel. Ez azt jelenti, hogy legalább a várjátékok előtt 2 alkalommal kellene a város füvet nyírni, illetve szemetet szedni, rendet kapni. Amit társadalmi munkába terveztünk megszervezni. Várjátékok előtt még kellene egy közös egyeztetés a civil szervezetekkel, illetve akik ugye ebben együtt szoktak működni, hogy ugye ki miben tud hozzájárulni, ki miben tud segíteni a várjátékok lebonyolításában, és először is arról lenne jó döntenünk, hogy mikor szervezzük meg ezt a 2 társadalmi munkát, tehát mikor szervezzük meg, illetve hogy ezt a közös megbeszélést milyen időpontban tartjuk meg.
amiben ugye már részt vesznek majd a civil szervezetek is. Ha valakinek van ilyen kérdése a beszámolóval, illetve a leírásokkal kapcsolatosan. Na, a költségvetés ugye egyelőre a fellépők díjait tartalmazza, illetve ugye egyéb kiadásokat, és a bevételek tekintetében ugye még ugye itt az étel költség nem jelenik meg. Tehát a költségkalkulációban az ételek eladásából származó bevétel, illetve az arra ráfordított kiadások sincsenek benne. Tehát hogy ezért kellene majd a civil szervezetekkel összeülni, ugye, hogy egy élelmezés vezetővel tudjuk ötletelni, hogy mi mennyibe kerül, mennyi ételt szükséges főzni, milyen alapanyagokból, illetve hogy mennyire tudjuk ugye értékesíteni, bárhol mennyit fogunk értékesíteni. Tehát ez már egy részletkérdés. Vagy ez a tipozás nem jött? Egyelőre még nincs rendsége a beadott pályázatnak, hogy támogatásra kerül. Folyamatosan figyeljük, hogy hát ha addig még hírnak valamilyen rendezvénypályázatot, de még egyelőre eredmény nincs. Illetve a Nógrádtól Gárlóig, abból még ilyen a szakadat. Ha marad már ilyen, amit 22 decemberben van. Ez egy pályázat, de nincs. A költségvetés ugye még nem tartalmazza a hangtechnika, illetve a hangosítás költségeit, ugye azért van kérdőjel, míg az árajánlatot nem sikerült beszerezni, illetve már volt a kalkuláció, minimum 2-300 ezer forint lesz. A fűnyíráshoz még hozzászólni. Én javaslok egy májusi. Most ahogy elnézzük az időjárást, csapadékot kapott a terület, most talán megjön a napsütés, a meleg is, gondolom, hogy a fű az nőni fog rendesen, úgyhogy egy május eleji és egy június eleji fűnyírást javasolnék, illetve itt el szeretném mondani, hogy a Nemzeti Vagyonkezelő képviselőjével volt bejárás váron, és ígéretet kaptunk, hogy fognak segíteni a vár területén a fűnyírásba. Reméljük, hogy tartják az ígéretüket, és megpróbáljuk akkor kieszközölni, hogy lehetőség szerint a várjátékok előtt jöjjenek és segítsenek a karbantartásban. Május elején ugye már az úgymond hétvégén van, tehát mondjuk a jövő hétvégére terveznénk társadalmi munkát. Nem lesz még túl szóval, hogy nőni fog a fő, hogy... Hát de két alkalommal, hogy ne sárguljon ki, mert két alkalom mindenki szükséges. Esetleg nem akkor... Javaslom, hogy vegyük figyelembe, hogy mikor van a termelői és kézműves piac. Szerintem 14. Hogy ne akkorra essen, ha lehet. Tájháznak is azt hiszem. Akkor ma május tudom. Akkor csak két. Hát akkor május 7, ami szóval jött szerintem szabad délelőtt, az ugye általában olyan időpont szokott lenni, ami alkalmas az embereknek, segítőknek. És a második alkalom. Ja, a várjátékok az ugye 11-én lesz, és így akkor hétvégén van előtte, igen. Hétvégén. Nem tudom, egy jutni hétvégén van előtte. Azt pünkösd. Jó, ezzel az így is. Hát akkor mi is van, csak a 24. Először héten, akkor pénteken, ugye, pünkösd hétvég előtt, péntek délután. Nekem meg, hogy én azért javaslom, hogy
én is bármilyen fogok fogadni, csak hogy legyen egy segítő is, mert hogy nem csak ketten szeretném füvet venni. De mikorra tervezitek a második napot? Júnián. Az a reggeli a szóval. Igen, itt most akkor azt nézzük, hogy júnián közölötte való végtége. Igen, hogy a hétvége. Júni 4-5-6. Vasárnap és a hétfő ünnep szombaton nem várhatunk füvet? Lehet, csak hogy nem utaznak el az emberek. Mert aki akar, az nyilván is ott lesz. Nem javaslom, hogy ott hogy június 4, szombat. Az előző hétvég az korai, talán, mert ott akkor még eltelik 2 egész hét. Igen, igen. Ha jön egy kirándulok, akkor... Jó, illetve mindig akkor arról kéne egyeztetnünk, hogy akkor a társadalmi megbeszélés, ugye a civil szervezetekkel, illetve a konyhásokkal, mikor legyen. Igen. Minél előbb meg kéne csinálni a költségkalkulációt az ételek, illetve az alapanyagok vonatkozásában is. És arra jó lenne, hogy a képviselők is nyilván eljönnének, mert ugye az önkormányzat szerzi be majd az alapanyagokat, az önkormányzat értékesíti az ételeket, úgyhogy... 17-én, ti napokban, amikor? Tehát akkor jövő héten, a második a hétfő, és akkor kettőre jövőt, mindegy, amikor nektek jön. Jó, akkor aztán, amikor telefonon még, akkor egyeztetjük. Képviselő úr, hogy dolgozik, melyik nap lenne legjobb, hogy hol? Én egyik héttől nem vagyok, 7. hét. Oké, úgy műzőbe esetleg. Akkor 3. lehet. Én szövegedek, tehát én maximális jobban tudnom kellene, mert hiszen a többieknek jó, tehát én nekem nem. Köszönjük a bizalmat, de a segítséget is jó néven tesszük. Még kérdelik, komolyabb szertelen nem tudok már. Hát akkor tervezzük a kertelákat akkor, ha mindenkinek jó. És akkor megpróbálunk ugye a civil szervezetekkel is egyeztetni a reményben. Nem, én esküvőre megyek pénteken is nekem. Akkor így csak kedvem, jó? Jó, nyilván neki nem fog rájönni, de... Kedd az nem jó, Zsanének se. Mert akkor megpróba van, úgyhogy a... Meg akkor van időnk meghívni a civil szervezetek vezetőit. Akkor a hétfőt el tudja mindenki fogadni? Jó, hány órakor találkozunk? 6. 6? 6. Jó. 6. Jó. Sok el van világos is. Az a 3. jó. Igen. És hol? Második, mert elsője vasárnap. Igen, vasárnap. Rizsiket, megnéznéd a civil háznak a beosztását arra a napra? Második? Igen. 18. Azt javasolnám, hogy ha szabad, itt nem fogunk elférni. És akkor a Mónika ugye elkészített egy tervezetet a fellépőkkel kapcsolatosan is, illetve a programmal kapcsolatosan, az mindenkinek elfogadható, hogy milyen fellépők érkezzenek, és milyen programokat tudunk Csütörtökön szabad a civil ház. 18 órára csütörtökön, 6-án. Akkor az hányadik? 5-e, bocsánat, 5-e. 5-e.
18 óra civil szervezetek háza. Akkor Zsolt nem tud csak a közösségünk. Hát igen, az nehéz azért, hogy mindenkinek jól legyen, azt tudjuk akkor olyan napot találni, de próbálunk kell törekedni le. Keressünk már egy napot, próbáljuk. Még utána a következő hét sem nagyon rossz, nem? És a következő hét, hogy alakul? Már hétfő jó a következő hét. Hétfő 4-től megint varrás. Ja? Meddig van a varrás? Két is jó. Csak a 4-től varrás. Kedden kórus próba 5-től. Szerdán megint csak varrás 4-től. Tehát a 4-től lehetne, nem? Hát fél órával előbb befejezik. Az bizonytalan, szerintem ne szervezzünk rá. Mehetünk be a pultól mehetem, hogyha fűtetünk el. Jó, akkor menjünk hétfőn a pultulba. Tehát akkor már most hétfőn mehetünk. De lehet, Zsani, nem jön. Hát akkor ott, amit beszéltünk, az előbb. Az hányadik a? Csütörtök. Meg most melyik? A következő. Másodikához egy hétre, az 9-en. 9-en hétfő. 18 óra, művődési ház. Nem. Jó, akkor meg engedni. Ja. Nem baj, lefeltalkozunk. Többieknek? Ja. Zsolt? Én itt vagyok. Jó. Akkor szerintem ezt rögzítsük. Jó, rendben. Akkor egyetetem a kivételre, de azért nyitettek el. És akkor a művődési ház. Hogy ezzel azt mondjuk, most kell valamivel határozni? Hát azt kéne, nem tudom, hogy a költségekből ez a 3 millió ezre van tervezve? Igen. A pénzügyes kolléganővel megnéztük, és 3 millió, bruttó 3 millió forint van betervezve az idejévi költségvetésbe a várjátékokra. Tehát végül is a fedezetünk megvan, akkor végül is ebben nem kell dönteni. Jó. Csak ha valaki bármit még akar, vagy elfogadják el. Ezeket a felnőtöket. Egy kicsit sűrűnek érzünk. Programot? Nem is tervezem, dolgozászolni. Nem is van félés. Hát én és a kicsiket hívjuk, az tehát a kicsiket látunk vendégül. A testvér települések közül. És ugye aztán feltűnt ez, hogy a vendéges segítők száma 300-350 fő, ez nagyjából ennyi. Itt bele van számítva a hivatkázói, illetve a felsőfőkű küldöttség, a lengyel testvér település még nincs benne, illetve ugye benne vannak a fellépők, a civil szervezetek segítői részvevői, akik ugye aznap részt vesznek, illetve ugye ez a személyzet, aki részt vett a főzésben, illetve egyéb segítséget nyújt a rendezvényen. Ők kapnának egy adag ételt, igen, ingyenesen. Végig menjünk a programtervben? Ha sűrű, hogy mi az, ami esetleg... Vagy nem csak néha kérdésen, de hogy az egyik évkor befejeződés, még átsegít gondolni a másik helyre megkezdődik, és akkor nincs annyi idő, hogy körbe menjen megnézni a kézműveseket. A kezdés egyébként az a 90-ben. Az jó. És akkor most a várban kezdődne, tehát nem lenne ez a felvonulás. Uh-huh. A megnyitó egy rövidebb megnyitó lenne, zászló felvonással, egy napot fel. Van-e arra igény, hogy a kórus énekeljen? Megnyitom? Szerintem igen. Igen. Legalábbis én azt mondom, hogy van a részem. Azt kérdezem, hogy egyáltalán készüljön. Igen, mindenki. Hát ez az ünnepélyesebb benne. Igen, tehát, hogy igen, nem csak az, hogy egy beszéd, hanem hogy mégis valami. Igen. Én viszont azt gondolom a programtervből, hogy
szerintem reális és jól van összeállítva, hiszen ugye aki odaérkezik 9.30-ra, nem biztos, hogy 21-ig figyelni akarja az összes műsort, hanem ugye, mint láthattuk az eddigi tendenciákat, hogy cserélődnek az emberek, hogy nem mindenki kíváncsi minden műsorszámra, akkor megpihen, körbe megy, ebédel. Én szerintem még jól van összeállítva. Ez a vízlány bemutató az új elem, az mit akar? Hát ez ugye a tűzijáték helyett lenne, ahogy a Norunka elmondta. Hogy pontosan mit akar, megmondom őszintén, hogy én sem tudom, hogy pontosan milyen bemutató lesz, de hogy a vízzel vetítik ki a fényeket. Pontosan nem tudom, de tehát valami látványos bemutató. Úgy mondják, hogy folyékony tűzijáték. Tehát, hogy nem vetik föl, de látványaiban a tűzijátékhoz hasonló, csak nem fönt az égben van, hanem lent történik földön. A költség soron láttam, hogy ez talán van pár perces. Hát 5 perces. Uh-huh. Hát mondjuk, hogy egy tűzijáték. Nem olcsó lesz az 5 perc nekünk. Hát illetve itt a tűzsonglőrök még kérdést kérdőjel a felé, vagy kell-e a songlósó, van-e igényre, vagy elég az a folyékony tűzijáték, vagy ez is sem kell, és akkor tűzijáték legyen, hát hogy itt azért még lehet ötletelni. Én magam részéről nem vagyok tűzijáték párti, az állatokat igen megriasztja, úgyhogy én magam részéről ezektől a erős hangatásoktól. Most ez egy újszerű valami lesz. Inkább maradjon akkor ez a Tehát látványaiban azt mondta a Monika, hogy nagyon-nagyon szép, ahogy ő is ezt látta. Bízunk benne, szép lesz itt is. Én bízom abba, hogy itt a hosszú évek gyakorlata alapján ez jól össze van rakva, hiszen azért tudjuk, hogy a kolléganőnek nem az első ilyen rendezvénye. Úgyhogy azt gondolom, hogy megbízhatunk benne, hogy ezt is jól összeadta. Hát ez egy hagyományőrző zenekar, ami illik a Várjátékok programjába. Köszönöm, hogy a nézőknek. Azt el tudom mondani, hogy nem volt könnyű, tehát 5 vagy 6 zenekar meg lett szólítva, de vagy az időpont nem volt jó, vagy anyagilag még nem tudtuk volna, szóval ez nem volt. Én azt mondom, hogy nagyon örülünk, hogyha ezt a zenekart meg tudjuk hívni, és eljönnek, mert tényleg nem volt könnyű. És ezek nincsenek beszokolva? Hát, előzetesen. Szerintem előzetesen és a étel, az ital fent. Lesz ugye a hagyományőrző ételudvar, ami szokott lenni, és akkor amellett ugye büfék is lesznek, ez kürtös kalácsos, lángosos, hamburgeres, kávé, és tehát igen, ami szokott lenni, igen. És hogyha meghívjuk a vendégeket, ugye hogy benne van, hogy meghívjuk, akkor őket hogyan fogjuk ellátni, mikor megjönnek szendvics, vagy? Hát még ennyire részletekben nagyon nem gondolkodtam. Mert azért nekik ott az az egy nem elég szerintem. Hát ugye a leskában ugye túrós lepényt fog sütni, és akkor ő vállalta azt, hogy alapanyag ára megsüti ezt nekünk, tehát az szokott lenni kitéve neki kínálása, pogácsa, üdítők. Nem tudom hány órakor fognak érkezni, mert az elejére ide érnek, hát 10 órára, vagy csak 11 tél körül. Hát én szerintem nem elég csak az ebéd biztos megsütni, azért nem elég, ha megjönnek. Én javasolnám azt, hogy a civilházban, itt a hivatalépületben egy vendégváró helyet kialakítani,
és különböző időpontba megérkezve tudjuk őket fogadni mosdóba, tudnak menni, megkínáljuk őket, és akkor akár a falubusszal is lehet, hogyha kell segíteni a feljutást, vagy idősebbek jönnek, hogy szerintem az egy jó irány lenne. Megint olyan, mert ide szoktak érkezni. Azt szerintem az mindenképpen jó, és akkor ott lehetne őket köszönteni, és egy fogadni egy reggelivel. Szerintem ezen mindenképpen jó most. Eddig őt szemültek. Szerintem, hogyha nincs kérdés, akkor majd folytatjuk az egyeztetést. Szerintem akkor részletesebben a művelődéséhez. Köszönöm. Következő napirendi pontunk, pályázati tájékoztatás, pályázatok ügyében döntéshozatal. Itt szintén felkérném a polgármester asszonyt, hogy tájékoztassa a képviselő testület tagjait a pályázatok ügyében, illetve a szükséges döntéshozatal tegyük meg. Átadnám a szót a polgármester asszonynak. Hát az elmúlt egy hónap az igen pozitív is volt pályázatok szempontjából. Több pályázatunk nyertes státuszot váltott, úgymond a Magyar Falu Programnak az önkormányzati temető infrastruktúrális fejlesztés című pályázatunk támogatásban részesült, közel 6 millió forintból a temetőben közlekedési utakat, illetve járdákat felújíthatunk, illetve építhetünk. Szintén a Magyar Falu Programban kommunális eszköz beszerzése a program alatt nyilvántartott pályázatunk is nyertes lett. Itt a jelenlegi kis traktorunkhoz, a Solis 26 kis traktorhoz tudunk munkaeszközöket vásárolni, mint ahogy előzőekben ugye határoztunk, hogy függesztett rézsűmulcsozót, sószórót, bótkocsit, illetve tolólapot tudunk vásárolni, amelyek ugye megkönnyítik a fizikai dolgozóink munkáját, és hatékonyabbá válik a közterületek karbantartása. Még a Magyar Falu Programban egyéb pályázat is nyert, amit ugyan nem a község önkormányzat nyújtott be, de a település fejlődését szolgálja, illetve ugye a mi tulajdonunkban, az önkormányzat tulajdonában lévő Hesz Mihály Általános Iskola épületének tetőfelújítása is nyert a Magyar Falu Program keretében, melyre a Balassagyarmati Tankerületi Központ nyújtotta be a pályázatot. Közel 55 millió forintos fejlesztés fog megvalósulni, és szintén a községben a Római Katolikus Egyházközség nyert több mint 3 millió forintot közösségszervező eszközbeszerzés, közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzésre és a közösségszervező bértámogatására, illetve az Evangélikus Egyházközség közel 5 millió forintot nyert ugye a közösségi tér, illetve ugye az udvarnak a felújítására. Nyertes pályázat továbbá a TOP Plusz konstrukció keretében önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, melyből ugye a községháza jelenleg, ahol épület energetikai korszerűsítése valósulhat meg 25 millió forintból. Itt ugye a tervek szerint napelemes rendszer lesz kerül kiépítésre, és elektromos hűtéssel valósulhat meg az épület hűtése, úgymond födénszigetelés, a jelenlegi födénszigetelést növelni, illetve akadálymentesítés valósulhatna meg ugye az épületben. Ugye azt kötelező az akadálymentesítés az energetikai pályázatoknál. Itt szintén nyertes pályázat. Jelenleg támogatói okiratot már megkaptuk, és akkor a következő testületi ülésen kell majd határozunk arról, hogy ha bekérjük az árajánlatokat, a tervezési árajánlatokat, hogy ki készítse a tervdokumentációt a pályázathoz. Néhány pályázatunk elutasításra, illetve tartalék listára is kerül. Ilyen ugye a Bölcsödei pályázatunk, a tó körüli
pályázatunk, amiből ugye a pastély, illetve padok szalonosítő valósulhatott volna meg, illetve a Magyar Falu programban a többi benyújtott pályázatunk ugye a tartaléklistára lett helyezve. A bölcsőde pályázathoz kapcsolódóan még egy olyan információt szeretnék elmondani, hogy jelenleg is van lehetőség bölcsődei pályázat újra benyújtására. 2022. decemberéig van erre lehetőség, szintén a belügyminisztérium és a pénzügyminisztérium hirdette meg ezt a pályázatot, és elgondolkodhatnánk abban, hogy egy új helyre, esetleg egy új építési bölcsődét is tervezhetnénk. Én azt gondolom, hogy mindenképpen próbáljuk meg azt, hogy újra benyújtani a bölcsőde pályázatot, hiszen nagy igény van rá, és nem sokat nem veszíthetünk azzal, hogy újra benyújtjuk a pályázatot. Nekem kéz is van végül is. Hát ugye az idősek otthonára terveztük, de a tervező azt mondta, hogy akivel szoktunk dolgozni, hogy ő azt javasolja, hogy új építéssel jobb esélyeink vannak. Tartottunk egy bejárást, és arra jutottunk, hogy az óvoda folytatásaként lehetne bölcsődét tervezni. Tehát a Taposó park irányába. Tornaterem után? Igen, igen. Ott kellene valami ilyen sorméteres időtávot, és akkor oda még egy bölcsőde, egy új építésű bölcsőde. Nem szervesen egy az épülettel? Nem, egyben nem lehet építeni, hogy elkerítés is kell. Külön játszóudvarra kell, hogy rendelkezzen majd a bölcsőde. Hát szerintem szükséges, mert még a Vízcsapból is bölcsőde építési támogatás folyik. Az egész országban reneszánszát éli, tehát akkor nekünk sem szabad bemaradni arról, hogy valóban ne legyen bölcsőre. Hát több területet megnéztünk, ugye ahol most jelenleg a földkupac is van, ugye ahol tervezzük a... Az iskola mellett? Igen. Ott sajnos túl közel van a vasút. Tehát a vasúttól el kell hagyni 50 métert. És akkor ez már teljesen szinte a patak mellett az épület. Nem fontos. Hogy egy kocka épületet tervezünk. Igen, tehát akár hozz, mint Szerdahelyen is hol van beépítve a bölcső. Jó, tehát erről jól lenne határozunk, hogy akkor a pályázatot természetesen újra elkezdjük benyújtani, vagy elkezdjük rajta dolgozni, hogy benyújtsuk. Igen. Ez 100%-os finanszírozás? 95. Igen, ez ugye ahol erről nem képesség alapján nagyon jól, állunk ebből a szempontból, hogy nagyon jó a támogatási százalék. Jó. Termékköltséget nem kell megelőlegeznünk, hogy? Hát, itt most igen, ebben az esetben igen. De a tervezési költség beépíthető a pályázati végén. Hát a később hanyjáról, a későbbiekben igen. És a szabadságrendileg mennyi a szép? Hát, 200-300 000 forint. Szerintem még az energetikai tanúsítvány, ugye az is szükséges, az a 30-40 000 környéke szokott lenni. Én megsatszolnám a milliós költséget. Így van, én is ezt akarom mondani. Rehabmérnöki vonás is szükséges. Mondjuk igen, a helymentesítés, illetve hogy a telekhatárt arra kell tolnunk, vagyis nem a telekhatárt, hanem a helyrejzi számokat ott. Kicsit módosítani kell. Én azt gondolom, hogy egy milliót nyugodtan lehet tippelni. És akkor még ez most 2022-ben
Be kell nyújtani a pályázatot. Benyújthatjuk újra az idősek otthonát is, de ugye hozzá kellene mindenképp építeni az idősek otthonához, hogy a két csoportos bölcsödét szeretnénk oda abból az épületből, mert ugye így már az akadálymentes terv rész nem fér bele az épületbe. Tehát nem tudjuk kialakítani a két akadálymentes mosdót. Statikai problémák is vannak. Igen. De őszintén önmagunkhoz nézzük meg azt az épületet, tehát ott elnében le kéne bontani. Nagyon-nagyon szeretnénk ugye újra hasznosítani, úgymond, de lehet, hogy most jobban jelen, hogyha egy újat tervezünk. Igen, a bölcsőt tekintetében jobb lenne egy új. Szerintem egy jobb. Én javaslom, hogy Már lesznek egy két terveink, azt persze, azt lehet, hogy csak annyira. Végül is ott a hely alkalmas, szerintem ott hátul is van annyi a hely. Tehát, hogy javaslom, maximum 1 millió forint, ilyen elhelyezés és egyéb. Igen. Ez a 103 vagy? 603, nem? 603 lehet, hogy akkor a sókát volt a telek más övezetbe. A taposókvártnak a végezé övezet. Igen, az, de az a rész, azt megnéztük, és akkor az beépíthető. Mindig a főépítésbe kell volna. Én már beszéltem vele. Azt mondta, menjünk nagyon támadni, mindent keresztül lehet vinni. Jó. Azt mondta, hogy álmodjunk nagyot, terveztessük. Rendben lesz. És egy hány fős bölcsödét terveztetnénk? 12 fős. Ugye? És te hát csoport lenne akkor? Lehet, az egy ilyen mini bölcső, de lehet... 8 fő. Vagy 2x8? Igen, nem. És 12, vagy 2x12. Azt kell tudni, hogy egy gyermeknek a bölcsődei helyigény az 10 négyzetméter. Tehát a 12 gyermek, akkor 120 négyzetméter, ami igen, hát így kell gondolkodni. 150 millió. Ez is 170 volt az idős otthonban. 190 volt az idős otthonban a pályázat. Jó, ha lehet új, akkor próbáljuk. 95%-ban támogatnánk, szerintem az van ez egy nagyon jó dolog. Igen. Hát próbáljuk. Jó. Hát ez egy jövőt építő beruházás. Természetesen, egyre nagyobb kicsit. Így van. Aki jó csoportos, aki kényszer 12. 12. Szedlehelyem is 12. Én sárgom is 12. Jó. 12. Fel is kell tartani. Igen, így van. És a két csoport, ott a személyzet is tudni. Így van, meg minden. Tehát a hely is ott volt, tehát minden. Tehát szerintem a 12-re lényeg. Hát akkor egy csoportos. Igen. Jó, nincs már kérdés. Lehetszottak kapcsolatban. Akkor ebben döntünk, hogy megtartásunk is a szükséges előkészületek. Igen, maximum egy akkor határozati javaslat, új építésű bölcsöde kialakításához pályázatot kíván a község önkormányzata benyújtani, melynek a tervezési költsége várhatóan 1 millió forint, ezt maximum meghúzzuk maximum összegnek, igen. És akkor kérem a képviselőtársaimat, aki ezzel egyetért, hogy 1 millió forint maximum határig a terdokumentáció és szükséges dokumentáció elkészítését kezdeményezzük. Kérem készfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal képviselőtestet tagjai egyhangulat elfogadják a határozati javaslatot. Pályázatokkal kapcsolatban van-e kérdése bárkinek, bármi kérdés? Tessék! Jó jósnak bizonyultam, hogy a választások előtt sokkal aktívabb támogatásban részesültünk, és a választások után majdnem a 80%-a tartalék listára került a pályázatoknak, tehát ez mondjuk várható volt. Hát azért azzal azért nem értek egyet, mert ugye
összességében kell nézni, azt, hogy a település most kap közel 80 millió forintot, és ugye még most topos pályázatok is fognak megnyílni, tehát a top pluszban fog megnyílni belterületi utas pályázat, ami szintén nagyobb összegű lesz, úgyhogy szerintem még nagyon sok lehetőség van. Tehát nyilván minden pályázatunk nem érhet. Minden évben nem kaphatunk 5 utat. Jó, hát most nekem ez a véleményem. Tehát természetesen mindenképpen a véleményem. A választások előtt időszaknak az intenzitása, lelangulat. Jó, nincs ezzel semmi probléma, csak megjegyzem, hogy... Tehát szerintem is annak örülnek, ha mindenki pályázat nyerhetek. Azért azt hozzátenném, hogy tavaly évben is a Magyar Falu program keretén belül tartaléklistáról két nyertes pályázatunk is volt, úgyhogy a tartaléklista az még egy nyitott lehetőség, elmutasítva nem lett, úgyhogy azt gondolom, és a országos nagypolitikát maximálisan kihagynám a testet ülésről, hogy a, mi volt a választások előtt, meg után. Ahogy mondja a polgármester asszony is, hogy még nyitott a lehetőség, vannak beadott pályázataink, nem egy, nem kettő. Még szerintem ne vonjunk le a következtetéseket. Nem általános következtetéseket. Nyilván mindennek van okozati összefüggése, de tényleg azt gondolom, hogy ebbe az irányba ne menjünk. Mi szerintem mindent megteszünk azért, hogy sikeresek legyünk a pályázati területen, jó előkészítjük, benyújtjuk, ha hiánypótlás van esetleg, az eleget próbálunk tenni. Én azt gondolom, hogy szégyenkezésre semmi okunk, bár minden évben így legyen, jöjjön legalább 100 millió forint a településre, és azt minél hasznosabban tudjuk felhasználni. A lakosság érdekében azt gondolom, hogy ez egy jó irány. Kérdés a pályázatokkal kapcsolatban valakinek? Nincs, akkor elfogadásra számolok. Jó, akkor megkérem képviselőtársaimat készfeltartásra jelezzék, amennyiben elfogadják a polgármester asszony tájékoztatását a pályázatok ügyében. Kérem akkor. Jó, megállapítom, hogy 7 igen szavazattal a képviselőtestület tagjai elfogadják a pályázati beszámolót. Következő napirendi pont, közműügyek. Itt három csoportba osztottuk, soroltuk a közműügyeinket. Ugye tóvízjog üzemeltetési engedélyezés egy szükséges tervdokumentáció. Itt a tervezői szerződés megküldése került, ez két részből tevődik össze. Az egyik rész az 300 ezer forint plusz áfa, bruttó 381 ezer forint. Itt a képviselőtestületi határozatra mindenképpen szükség van, hogyha megrendeljük a megtervezést, mert ugye ez már értékhatáron felüli, nem dönthetek egy személyben, nem rendelhetek el 300 ezer forint felett semmilyen munkát vagy anyagot, eszközt. Erre azért van szükség, a katasztrófa védelem tartott egy bejárást, illetve egy dokumentáció ellenőrzést, és megállapította, hogy lejártak az üzemeltetési engedélyünk. Ezt először a Covid helyzetre hivatkozva azt mondták, hogy mégsem járt le, aztán úgy beülk, hogy lejárt, szóval de egyébként már nem is volt szabványos, a mai követelményeknek nem biztos, hogy megfelelt, hogy ezt át kell
dolgoztatnunk és el kell készítetni egy mai napnak megfelelő üzemeltetési dokumentációt. A másik része az a üzemeltetési szabályzat elkészítése. Ez 150 ezer forintú száfa bruttó, 190.500 forint. Ez szerves részét képviseli ennek a komplet dokumentáció elkészítésnek. Úgyhogy határozati javaslatom az lenne, hogy akkor a elvégett szerződés tervezet szerint rendeljük meg a dokumentáció elkészítését. Van kérdés ezzel kapcsolatban, akinek? Ha nincs, akkor szavazásra teszem fel. Kérem képviselőtársaimat készfeltartással jelezzék, amennyiben egyetértenek határozati javaslattal. Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal a képviselőtestület tagjai egyhangulat elfogadják a tó üzemeltetési szabályzat tervezés és egyéb dokumentáció elkészítésének megrendelését. Ivóvíz, szennyvíz tervek elkészítése. Itt tervezési ajánlat érkezett egy helyi vállalkozástól. Ez két részből tevődik össze, az egyik a Hunyadi utca folytatása Almáskert felé, ivóvíz hálózat tervezésére, illetve a Bori László köz folytatását érintő új építési telkek kialakításához kapcsolódó ivóvíz és szennyvíz hálózat tervezésére érkeztek ezek az ajánlatok. Most melyik? Ebből nem egyértelmű. A kölcsönök, ez a borilász. Egyes a Bori László. Igen. Ott ivóvíz és szennyvíz, egyes pont. A kettesnél már csak ivóvíz. Ugye előzményekben szó volt arról, hogy Nógrád község önkormányzata kíván új építési telkeket kialakítatni, amelyek összközművel ellátottak lennének. Ehhez ugye a ivóvíz és a csatorna hálózat az elengedhetetlen, és amíg tervek nem készülnek, addig ugye költségbecslés sem rendelhető senkitől, hogy mennyibe kerülhet. Tervezést mindenképpen el kell készíteni. Illetve a Hunyadi utcánál van lakossági igény a ivóvíz hálózat kiépítésére, a szennyvíz hálózat az kiépítésre került korábban, ivóvíz nincs. Mint ugye itt a DMRV-t ugye meg lehetne keresni a szolgáltatás bővítésével, és esetleg lehet még árajánlatot kérni, hiszen egy ajánlatunk érkezett. Tehát az első ugye az 13 önkormányzati tulajdonú telek. Ez biztosítja a tanávíz és szennyvizet, a másik pedig több magántulajdonban lévő.
teneken, és csak a vízre vonatkozik. Most ez azért nehéz, mert most itt csak a vízre vonatkozik, és nagyobb az összege, nem tudom, ez lehet, hogy kellene még kérni ajánlatot, mert azt az így nagyon nehéz elfogadni, hogy most. Jó. Nem így gondolja? Egyéb határozati javaslat? Én javaslom továbbra is, hogy a szolgáltató írásba keresse meg az önkormányzat, konkrétan közölje vele, hogy a falu terjeszkedés iránya most jelen pillanatban arra is halad, és mivel a szolgáltatónak biztosítania kell a szolgáltatást, és a tiért is ő fogja beszedni, ezért az önkormányzat úgy gondolja, hogy egy közös alternatívában valósuljon meg ennek a kivitelezése minden részletével együtt. Hogy adjon el egy konkrét választ, hogy ő hogyan viszonyul ehhez a megkereséshez, hiszen ő fogja a pénzt beszedni. Hogy nem zárkózzunk el viszont semmit, de tudni akarjuk az ő álláspontjukat is, hogy egy ilyenfajta konstrukcióban ők mennyire lesznek partnerek, vagy mennyire egyoldalú partnerek lesznek, és csak a profit irányára, vagy beszedésére törekszenek, vagy pedig az előzetes dolgokban is szerepet vannak. Van saját tervező gárdájuk, mi megkereshetjük őket azzal, hogy a tervezésben is szerepet kaphatnak. Jó. Akkor javaslom, hogy döntés ne szülessen most. Nem tudom egyetéteteket. Egyes pontban sem születik döntés? Hogy csak tudom mihez viszonyítani. Hát most ide ér egy összeget, hogy ennyi, hát most fogadjuk el. Szerintem? Jó, akkor szerintem hát úgy is álljál. Úgy is lesz. Jó, akkor viszont is van tervező. Jó, akkor mindenki a jó. Nekem ez egy kicsit fura, mert mindig arról beszélünk, hogy a vízmű vagyon kérdése igaz, mennyit vitatkoztunk előtte, hogy most ki a vízmű vagyon, az önkormányzaté, a vízműje, vagy állami senki, mindenki csak a hasznot akarja beszedni, és konkrétan kimerem a kamerák előtt vitatkozni ex-katedra módon, hogy bármelyik vízműves hallgatja, ez a én privát véleményem, hogy a vízműnek jobban kellene partnernek tekinteni az önkormányzatokat, hiszen mi vagyont adtunk át, nekik hagyd ne menjünk bele a részletkérdésekbe, és ne menjünk vissza róla alapításához. Egy lényeg, hogy én úgy érzem, hogy egy partneri viszonyban a vízműnek is pozitívan kell hozzáállni, mert nem az önkormányzat fogja a hasznot veszedni, hanem ő lesz a későbbiekben szolgáltató. Tehát ha mi ebbe költséget fektetünk, akkor mondhatjuk a szolgáltatónak, hogy joggal várjuk vissza majd a bevételbe is a ránk eső részt. De hogyha ő megfelelő korrekt partner, és átlátja, hogy az önkormányzatnak egy ilyen helyzetet meg kell oldani, akkor ő legyen a felkészültségi bravódban megfelelő partnerük, mondom én. Ennek csak egy másik oldala van, ugye, ami a belterületbe vont területeknek a kötelező feladat ellátás része, hogy jó vízzel és feladatok több alternatívával tudjuk megoldani, a szolgáltatók bevonásával, vagy teljesen részében saját erőből. Mi úgy gondoljuk, hogy a szolgáltatónak is legyen annyi köze hozzá, mint nekünk. A következő alpontunk itt Krúcsi Renátó szennyvíz hálózata rákötése a 0237/1 helyrajzi számú területen. Itt a határozati javaslat, hogy 240 000 forintot alkalmaztunk eddigiekben a szennyvíz hálózatra rákötés engedélyezéséhez. Én javaslom, hogy ezt az összeget fizettessük meg az igénylővel, és abban az esetben, ha megfizeti, akkor csatlakozhasson a szennyvíz hálózathoz. Jó. Akkor szavazásra bocsátom. Kérem képviselőtársaim, készfeltartásra jelezzék, ha elfogadják. Megállapítom, hogy 7 igen szavazatra a képviselőtestület tagjai egyhangulag elfogadják a határozati javaslatot szennyvíz rákötési ügyben. 5. napirendi pontunk, önkormányzati ingatlan ügyek.
első alpontja ennek a 613/1-es és 613/2-es helyrajzi számú ingatlanok vételéről kellene határozatot hoznunk. Ugye az előzményekben tájékoztattam képviselőtársaimat, hogy olyan irányba haladtunk a két megemlített telek ügyében, hogy azt az önkormányzat vissza tudja vásárolni, és a tulajdonjog visszakerül a község önkormányzatának tulajdonába. Eljutottunk, egy hosszú út végén vagyunk, úgy gondolom, nem volt egyszerű, jelző azt mondja, tudna erről mesélni sokat, de eljutottunk odáig, hogy gyakorlatilag egy szerződés előkészítési fázisba kerülnénk, és akkor másfél-másfél millió értékben, azaz a két telek 3 millió forint ellentételzésére követően visszakerülne a tulajdonunkba. Én mindenképpen most is fenntartom, hogy értékes ingatlanok a számunkra, bár egyelőre ugye beépíteni nem lehet, de sportpályát vagy szabadidős tevékenységre mindenképpen használható, és egy olyan központi frekventált hely a településnek, a tó, iskola, óvoda és vasútállomás, buszmegálló környezete, ami mindenképpen egy jövőbeli fejlődésre mutat, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt mindenképpen támogatni kell, örüljünk, hogy ide jutottunk, és vásároljuk vissza ezeket a telkeket. Ez most rétlegelő. Beépítetlen terület, konkrét megnevezése. Igen, ez besorolású, ez is. Itt nem lehet a rendőrzési terv biztos. Mert vizes? Vagy? Nem, mert hogy a rendezési terv, tehát amikor módosításra került a rendezési terv, az a céltűzés volt, hogy ne legyen ott lakó épület, hanem az a terület is közösségi célokat szolgálja. A víz nem lenne akadály, hiszen Velence is megépült. Úgyhogy a víz nem akadály, de mindenképpen. Tessék! Hát, mint régi önkormányzati dolgozó, tudok, hogy egy nagyon hosszú folyamat eredménye, és azt mondom, hogy örülök, hogy ez sikerült így megoldani, és meg kell venni, és ezen nem kell gondolkoznunk szerintem, mert ez már talán egy 20 éves, hogy nem? Hát, már elég régi. Régi történet. Szerintem ezt meg kell venni. Akkor szavazásra, bocsánatom, akkor kérem képviselőtársaim készfeltartással jelezzék, amennyiben egyetértenek a két ingatlan visszavásárlásával. Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal a képviselőtestület tagjai egyhangulat egyetértenek a két megnevezett ingatlan visszavásárlásban, és felhatalmaznak, hogy a tudásvétel szerződést megköthessen a kormányzat nevében. Május 4-ére van előjegyzett időpontunk. Akkor ez biztos halálra szélú, mert már ilyen volt időpont, hogy jönnek. Reméljük, hogy mind lesz. Igen. És a gondok érje vele, nem a tudatos, a gondokság alatt. Következő alpontunk itt, telkek visszavásárlása. Ugye itt egy konkrét telek ügyében már egy részletesebb kimutatást is kaptunk, és itt jelezte az ingatlan tulajdonosa, hogy nem tudja beépíteni a megvásárolt telket, nem kívánja beépíteni, és így az adásvételi szerződésben foglaltak szerint az önkormányzat visszavásárolná. Itt az lenne a határozati javaslat, hogy napoljuk el ennek a döntését, és még kérjünk be pontos dokumentációt, mert a telek tulajdonosa olyan igényel kereste meg az önkormányzatot, hogy az eddig ráfordított költségét térítse meg az önkormányzat. Én azt gondolom, hogy az pontosításra szorul még egy kicsit, illetve célszerű a döntéshozatal előtt egy egyeztetés és egy kompromisszumos megoldás megtalálása, addig szerintem a képviselőtestület ne döntsön ilyen esetekben.
nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdése, valakinek javaslata, véleménye. Ha nincs, akkor szavazásra bocsátom, hogy elnapoljuk, vagy nem is kell határoznom. Nem. Jó, akkor elnapolásra került ez a pont. Következő alkont 0326 és 0326 felirajzi számú telkek rendezése. Ez a temető területét érintő telek rendezés. Itt ugye az nem? Igen, igen. Igazából itt, amiben döntést kellene hozni a képviselőtestületnek, ennek is volt egy korábbi előzménye, egy megbeszélés ennek a napirendi pontnak vagy alpontnak, ugye itt az önkormányzatnak hosszú távú terve lenne egy buszparkoló és annak a területnek a rendezése, rehabilitációja. Egy, ugye tudjuk, hogy egy nedves területről van szó, és tele van vágás érett gyakorlatilag papírgyári felhasználásra alkalmasnak mondható fával, ami olyan korú lett az a növényzet, hogy nagyon sok problémát okoz. A környező ingatlan tulajdonos folyamatosan jelzéssel él az önkormányzat felé, hogy nem győzi takarítani a fának a lehulló ágait. A kerítésébe is komoly károkat okozott, illetve nagyon közel van a patakhoz, a víznő jelezte, hogy nem tudják a gépikotrást elvégezni azon a szakaszon, mert nem férnek oda a géppel, hogy mindenképpen javasolnám, hogy ezt a területet írtassuk ki, és egy új, a mai kornak megfelelő, igényeinknek megfelelő parkot, parkolóhelyekkel, pihenőhelyekkel alakítsunk ki. Ez egy nyilván egy hosszú távú program, ez nem egyik napról a másikra fog megvalósulni, de az első lépés, hogy ez bekövetkezhessen, hogyha ezt a Topolyosnak nevezett területet ugye írtatjuk. Ezt megnézettük már szakemberekkel, egyértelmű és egyöntetű vélemény, hogy ezek a fák elérték a vágási korukat, és igazából haszontalan. Úgyhogy akinek allergiás problémái vannak, szintén tudja, hogy ez mivel jár, amikor virágzik. Úgyhogy azt gondolom, hogy első lépésként ezt tegyük meg, illetve kértük is a hatóság intézkedését, illetve bevonását azzal kapcsolatban, hogy nézzék meg, hogy ez a országos erdők nyilvántartásában szerepele, ez nem szerepel, nem nyilvántartott erdő, úgyhogy igazából egy csekély illeték ellenében ki fogják adni a nyilatkozatot, hogy vágható, és én tettem olyan lépést már, hogy próbáljam az önkormányzat költségvetését mindenképpen óvni, védeni, hogy minél kevesebb költségünk legyen. Lenne olyan vállalkozás az erdészet bevonásával, aki ezt díjmentesen végzi el, a fát elviszik és eltakarítják a területről, ami költségbe nem kerülne az önkormányzatnak. De ezt javaslom, hogy menjen ez a ügy ebbe az irányba. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, javaslata. Tessék!
kereső. Egyrészt sajnáljuk, hogy nem szép ott az a rész, de a másiknak az, hogy tényleg ez az időjárás, vagy minden olyan már, hogy veszélyes is, tehát akkor én támogatom. Sajnálom, hogy ki kell várni, de... Pótolni fogjuk, kialakítunk egy parkot olyan növényzettel, ami sokkal jobban alkalmazkodó, és korban is sokkal többre képes. Én azt gondolom, hogy sajnáljuk a fákat, természetesen, igen, mindenki sajnálja, de azt is sajnáljuk, amikor kárt okoz, és olyan költségekbe kerül az önkormányzat, ami nem biztos, hogy a költségvetésünknek jót tesz. Tehát én nem azt mondom, hogy nem kell a fa, nincs szükség, azt gondolom, hogy mindenki tudja, hogy én elkötelezett vagyok abba az irányba, hogy fásítani kell, és fogunk is, át fogjuk gondolni, meg fogjuk szakemberrel terveztetni, megvizsgálni, milyen növényzet kerüljön ültetésre, és szerintem egy mai kornak megfelelő létesítményt lehet kialakítani ott. Nekem lenne egy észrevételem, nem konkrét a tejhez kapcsolódik, inkább úgy mondom, nem a területhez kapcsolódik konkrétan, de magához a folyamathoz hozzá lehetne csatolni azt a két darab veszélyes topolyfát, az egyik a vasútállomás végén a tó felüli oldalon, az a hatalmas nagy topolyfa, ami tényleg életveszélyes, jön egy nagy vihar, csak azt veszük észre, hogy vagy ide, vagy oda, de ledőr, a másik meg aztán itt a gázcsepeteknél. Jó lenne ezt szem előtt tartani, és lenne még egy megjegyzésem. Van nekünk még egy ilyen területünk, a szennyvíz tisztítón körüli topolyos rettentő csúnya. Vagy a vízmű felé kellene fordulni, hiszen most már ők a működtetők, hogy ott egy kicsi rendet kellene tartani, mert kidőlnek a fák, kidőlnek, vagy ott is intézik, az sem erdőterület, ott is lehetne szerintem egyszerűbben, nem egy kicsit szorgalmazni egy ilyen környezetrendezést, hogy így mondjam. Jó? Tehát ez az észrevétel, hogy a két veszélyes topolyfa. Valakinek még kérdése? Igen, hozzá lehetne a vallással csatolni. Tessék. Én csak annyi, hogy ott a vasútállomásnál, ami van topolyos, az már tulajdonat. Hát amikor a járdát ott terveztük, akkor mi szerettük, hogy kivágják, azt mondták, hogy föl van terjesztve már évek óta, hogy ki fogják vágni. De szerintem nem nagyon nyúlhatunk mi ahhoz, hogy ez a már területéhez tartozik. Ha nincs másnak kérdése, javaslat a véleménye, akkor szavazásra teszem fel, akkor kérem képviselőtársaim készfenntartással jelzik, amennyiben egyetértenek, hogy a topolyosnak nevezett területen kivágásra kerüljenek a veszélyes fák, és egy teljes vágás után egy új pihenőpark és jól használható területet kialakítsunk a későbbiekben. Tehát első lépésben a fák kivágását. Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal a képviselőtestület tagjai egyhangulag elfogadják a határozati javaslatot. Jó, akkor most érkeztünk a már megelőlegezett temetői telekrendezéshez. Ugye ennek is egy hosszú évekre visszanyúló előzménye van ennek a telekalakításnak. Ugye itt egy telekalakítási terv elkészült a önmérő mérnök úr közreműködésével. Itt látható az ábrán, hogy az első területnél ugye ott többet adunk, mint amennyit kapunk. Itt javaslom, hogy a különbözetet értékesítsük a tulajdonos részére, akivel előzetes egyeztetés és ugye helyszíni bejárás is megelőzte ezt a telekalakítási terv elkészítését. Itt a tulajdonos úgy nyilatkozott, hogy abban az esetben, hogyha ugye nem tudja máshol
visszaadni az önkormányzat részére a területet, akkor megvásárolná. Itt javaslom, hogy 1000 forint négyzetméter áron adjuk el azt a 93 négyzetméteres területet, ami a különbözet okán kialakul. A másik telektulajdonos, ott 125 négyzetmétert adunk, és annyit is kapunk, tehát ott nem szükséges értékegyeztetés, hiszen itt egyenlő érték alakul ki. Ebből a két részből tevődik össze, ugye ezt a telekhatárrendezést most az is nagyon indokolta, hogy nyertes pályázatban egy új kerítés építése valósult meg, és ugye tisztán kellett látni azt a telekhatárt, hogy hol fogunk keríteni. Úgyhogy az új kerítés az nagyjából ez szerint készül el. Úgyhogy az lenne a határozati javaslat, hogy ott eladjuk a különbözetet, itt meg elcseréljük. Nincsenek ez a sírok a területben? Úgy lett kijelölve, hogy nincs. Ja, nincs, jó. Nincs. Hogy nehogy kerületsértés legyen. Nem, minden sír most a kerítésen belülre kerül. Jó. Igen, úgyhogy nincs ez, körüljártuk ezt a dolgot. Ezt megelőzte egy bejárásról a földmérő, két érintett telektulajdonos, illetve én az önkormányzat képviseltében részt vettem. Jó. Van-e kérdése, valakinek ezzel kapcsolatban észrevét, javaslata? Jó lesz, ha nyugvókultra fog kerülni ez az ügy, mert már jó lesz, ha nyugvókultra kerülni, mert én is azt gondolom, hogy ez így jó lesz. Egyébként ma megnéztem a kerítést, és bentem nagyon jól néz ki, úgyhogy egész. És az a falcos, az most nem a miénk? Miénk. Milyen kerítés kívül fog menni a lakászoson kívül? Az nem kerítjük el. Nem, lakászos kerül a kerítés. Mert amikor a helyszínen voltunk kint, akkor ott igen, a belső helyszín. Igen. Tehát a kerítésen kívül eső lakászos részét a igen, igen, de az bekerítve. Olyan teremviszonyok és olyan növényzet, gyökérzet van, hogy ott azt nem gondolnám, hogy el kellene menni. Úgyhogy szerintem jó, de majd a bejárással megtekintjük. Jó, hogyha nincs kérdés ezzel kapcsolatban, akkor szavazásra bocsátom. Akkor kérem képviselőtársaimat, aki a határozati javaslattal egyetért, hogy akkor 93 négyzetmétert eladunk a 0325/7-es telekhez. 1000 forint per négyzetméter áron, tehát 93.000 forintért. Itt még annyit el kívánok mondani, hogy úgy beszéltük meg a tulajdonossal, hogy a illeték fizetési kötelezettség az övé, de ugye amit már korábban vállalt az önkormányzat, hogy a telek alakítás, a földmérés az a saját költségünk lesz, hogy így lenne a megállapodás. Akkor erről külön határozunk, mert itt eladás, akkor kérem készreltartásra ezzel a kérdőtért. Megállapítom, hogy 7 igen szavazatta a képviselőtestület tagjai egyet értenek a határozati javaslattal, illetve a 0325/6-os helyrajzi számú telek vonatkozásába, ugye itt ugyanannyi terület kerül a birtokunkba, mint amennyit adunk. Itt nincs szükség érték, nincs igen érték egyeztetésre, úgyhogy szerződést kell ott is kérdezni. Igen. Akkor kérem, amennyiben egyetértenek képviselőtársak, készeltartással jelezzék. Megállapítom, hogy 7 igen szavazatta a képviselőteste tagjai egyhangulat elfogadják a határozati javaslatot, és felhatalmaznak a szerződés megkötésére.
Következő a 6. napirendi pontunk, falugyűlés időpontjának és témakörének meghatározása. Ugye, elnézést kérek, az eddigi járványhelyzet ugye nem tette lehetővé ilyen jellegű gyűlések megtartását, de azt gondolom, miután itt a mostani képviselőtestület a ciklusának a feléhez érkezett, hogy igaz, hogy volt közmeghallgatás, de egy falugyűlés az mégis más jellegű, hogy rendezzük, tartsunk egy falugyűlést. Itt ugye az időpontot kellene meghatározni, illetve a falugyűlés tematikáját előkészíteni, hogy milyen témakörök és milyen témák kerüljenek itt napirendre. Én javaslom, hogy ezt akár május hónapban valamikor tegyük meg. Mert utána a várjátékok ugye rendezvények következnek, meg iskolai tanév vége, nyaralnak a családok, hogy ezt még előtte május hónapban tegyük meg. Nem tudom, kinek mikor lenne alkalmas, egyáltalán hogyan gondolják a képviselőtársak. Én javaslom akár egy szombati napot is, amikor ugye a jobban el tudnak jönni a lakosság részvevői tagjai, hogy egy szombati napot javasolnék, egy délután, kora délután, vagy később délután, kora este inkább. Nem tudom, ki gondol ezzel kapcsolatban. Egyáltalán szükségességét érzik-e a képviselőtársak, hogy legyen? Nem szükséges. Képviselővel tettük a beszámolót, az most történt két év alatt, illetve akkor lehetne kérdéseket is feltenni. Tükös hétfőre. Sokan elutaznak. Csak már májusban később közé alatt. Társadalmunkkal van, ugye? Igen. A május azért zsúfolt nagyon. Hát közepén. Május közepén lehet szerintem ott alkalmas. Már készülünk a várjátékokra, a gyereknap is lesz. Május közepén. Hogy alakul? 13. 14. Lesz piacunk. Mindjárt 14 szombat, akkor lesz piac. Délután lehet. Persze. Május 13. 16-17 óra? Az tényleg 14. Hát lehet, hogy jobb a pénteket. Pénteken későn kell nagyon, mert valaki dolgozik. Akkor nagyon jó, hogy munkába is közelesen. Én azon a legvégén nem vagyok itt. Következő? 21-22. Szombat-vasárnap. Van ott valami? Hát úgy szervezzük, hogy nem. 21. 21 szombat. Május 21 szombat. 16-17 óra. 17 óra. Művelődési ház. Javaslom a művelődési házat. Helyszínt, oda beférünk. Május 21, jó szóval. Május
És akkor milyen témaköröket érintsen a polgármesterem, mert annyi minden történt, tehát valami fő témaköröket ki kell venni. A pályázatokat Az önkormányzat pénzügyi helyzetről is van, szerintem röviden valahogy a költségvetés. Költségvetés végre. Csak a számok maradt sokszor. Vagy elkókartak, vagy nem tudom. Igen. Tehát nem pénz, csak számadattal nem. Úgyis az emlét az útépítések érdeklődik a fejlesztésre. Van miről beszámolni. Mert a költségvetésre is menteti, hogy számokat kell felsorolni. Uh-huh. Ezt szerintem. Akkor lehet, hogy inkább ilyen tervet térek föl a járdákról. Megvalósult beruházásokra, futóberuházásokra, óda, tehető, utak. Nem, az nem. Kultúra, civil arc, minden benne van. Intézmények. Így van. Hát csak hogy milyen megy bele. Hát nem a milyen. Hány ember foglalkoztak. Igen, ilyen igen, meg gondolom, milyenre gondolsz, hogy hányan vannak, hány létszám, hány létszám, hogy lehet létszám, ennyien dolgoznak a szobodában, három csoportban, mert még egy-két számokat tudom megjegyezni, mert nem az, hogy mit tudom, hogy mennyi pénzből gazdálkodik, hanem inkább ilyen gyakorlatilag, ami jobban megmarad az emberekbe. Meg akkor, hogy most független könyvtárosunk, mert előírás, meg mit tudom én, közművelítését felhassunk. Igen. Jó. Tehát ilyesmire. Rendben. Tehát annak könyvtárt. Lehet, és lesznek is rendezvények, a könyvtárt rendezvényeket, és akkor díjmentesen négy rendezvény kerül meg egy kitelepítésre. Mondhatok el ezeket? Lehet, hogy is aktívan életen töltödik a műveletéséhez. Jó, akkor az lenne a határozott javaslatom, hogy akkor a dátumot, időpontot meghatározunk, és a tematikát elkészítjük, és addig még megküldöm a képviselőtestület tagjainak véleményezésre, akkor lehet látni leírva, akkor ki lehet egészíteni. Jó, hogyha ez így megfelel, akkor a tematikáról nem. Minden épp igen, szavazattal egyhangulag egyetértenek, és elfogadják az 5. hó 21-ei. Tehát 17 órai időpontot művelődési házban a faligyűlés megjelentésére. Jó. Következő napirendi pont, a 7-es egyebek napirendi pont. Itt van egy észmódosítási kérelem. Első alpontként. Ehhez érkeztek kiegészítések mai napon. Jendő asszony pontosította kérelmet benyújtó személlyel. Itt ugye van egy névmódosítás, most már más igénylő van a korábbi igényléshez képest, illetve egy helyrajzi számmal
jelölt ingatlan bevonásra került. Ugye? Illetve épp, hogy kihagyták. Kihagyták, igen. Tehát úgy mondanám, hogy két családhoz köthető vállalkozás kapcsán kérik a hisz módosítását, és ezt már régebben kérték, amikor a polgármester úr döntött arról, hogy támogatja az elképzeléseket, és szerződést kell kötni egy megfelelő szakemberrel, és ezek a szerződés területek érkeztek meg ma. Tehát a testületnek az a feladata, hogy ezeket a szerződés területeket elfogadja. Ebben az önkormányzatnak nincsen anyagi kötelezettsége, mert hogy a felek, kérelmező felek viselik a költségeket, de mivel a hész módosítását az önkormányzat kikerülésével nem lehet elvégezni, ezért az önkormányzatnak kell megkötni a szerződéseket. Tehát fel kell, hogy hatalmazzák a polgármester urat a szerződések aláírására. Tehát két külön szerződés. Szerintem ezt már korábban is támogattuk, úgyhogy tetszik erről. Kövét így kész véleménye kérve. Igen. Nem látta a fogályát. Költségterjelés is, ugye? Tisztázom. Kérdés, vélemény, javaslat ezzel kapcsolatban, akkor kérem képviselőtársaimat készletartással jelezzék, amennyiben hozzájárulnak a hész módosításhoz. Megnevezett ingatlanok kapcsán megállítom 7 igen szavazattal képviselőtestület tagjai egy hangulat elfogadják a hész módosítást a megnevezett ingatlanok kapcsán. Mi annyit szeretnénk hozzáfűzni, hogy természetesen ez csak egy kezdeti folyamat, tehát mint a hész módosításnak a ideig is úgy történtek, tehát hogy az anyag, ha elkészül, akkor természetesen ismertetve lesz a falu lakosságával, aki véleményt visszak hozzá. Tehát kötelező a partnerségi egyeztetés véleményezés betartása, ez ugye az elmúlt időszakban az interneten keresztül, honlapon keresztül valósult meg, mert hogy ugye nem lehetett összehívni ilyen megbeszéléseket. Majd meglátjuk, hogy amire ez a véleményezési szakaszba jut, hogy akkor lehet vagy nem. Ha lehet, akkor megkérdetjük úgy, hogy jelenléti véleményezéssel, ha nem, akkor pedig interneten keresztül történő véleményezéssel. Tehát a lakosság tudni fog a részletekről. Következő alapbontunk itt a egyébként napi rendi pontnál a Nógrádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme, ami érkezett. Ugye itt a elnökasszony és parancsnok úr aláírásával készült ez a beadvány, ugye itt leírja, hogy 2005 óta település önkormányzat anyagi segítséget mindig nyújtott a működésükhez. Azt is leírja, hogy a milyen pályázatnak a eredményétől függően, vagy függetlenül ugye a működésükhöz szükséges anyagi támogatás 250-300 ezer forint. Itt a mellékelt és felsorolt számok összeadásával, itt a, jól számoltam, 224 ezer forint ez a felsorolt költségtétel. Azt gondolom, hogy nyilván itt üzemanyagár és egyéb dolog még jöhet. Hát, én magam részéről javaslom, hogy 300 ezer forintot támogatásként a önkéntes tűzoltó egyesületnek a képviselőtestület szavazzon meg. Ugye a költségvetésbe elkülönítésre került 1 millió forint civil szervezetek támogatására pályázat kiírása nem kerül ebben az évben sem, de az
egyedi eseti kéréseket mindenképpen a testület mindig is fogja tárgyalni, és döntést hoz. Azt gondolom, hogy fontos a lakosság részére az a tevékenység, az a feladatellátás, amit végeznek a önkéntes tűzoltóink. Én mindenképpen javaslom, hogy támogassuk őket. Ugye itt tudjuk, hogy a legnagyobb része a gépjárművek fenntartásához kapcsolódik. Azt is tudjuk, és itt le is van írva, hogy ugye milyen módon tudják tankolni ezeket az autókat, tehát itt csak a nagy nyomású úton lehet tankolni, és ott más díjszabás van, vagy árszabás. Én mindenképpen javaslom. Kérdése valakinek, vagy véleményem. Minden egyesületnek polgármester úr van, tehát 350 forint minimálisan, hogy megítélhetsz el nekik. Tehát bármi probléma adódik a faluba, ők az ők vannak az első mozgatók. Szerintem is nagyon fontos a munkájuk, és nem szabad, hogy működésük emiatt fennakadjon. Úgyhogy szerintem is 300 ezer forinttal támogassuk az egyesületet. Jó, akkor ha nincs kérdés, vélemény, javaslat, akkor szavazásra bocsátom, kérem, készfeltartás helyett, egyetért megállítom, hogy 7 igen szavazattal képviselőtestület tagjai egyhangulag döntöttek, hogy 300 ezer forint anyagi támogatást juttatnak a működéshez az önkéntes tűzoltó egyesület részére. Amennyiben senkiben nem maradt semmi, akkor napirendi pontjaink végére értük, és a képviselőtestület ülést 19 óra 15 percból is belekezdtem. Thank you.